Ünneplő tömeg és katonai tiszteletadás fogadta Alekszandar Vučić szerb államfőt az osztrák elnöki palota előtt. Szerbia első embere Alexander van der Bellen osztrák államfő meghívására érkezett Ausztriába. A két államfő négy szem közt tárgyalt, szó esett a kétoldali kapcsolatokról, gazdasági együttműködésről, valamint arról is, hogy Ausztria támogatja Szerbia Európai Unió felé vezető útját. Alekszandar Vučić több osztrák vállalkozóval is párbeszédet folytatott, akik elmondásuk szerint szívesen befektetnének Szerbiába. Ausztria jeden od tri najveće investitora u Srbiji. Mi smo u prethodnih nekoliko godina veliki put prešli i trgovinska razmena sa Austrijom je uvećana za gotovo 30%. Samo u 2017. je uvećana za 15%. Prešli smo prvu milijardu u trgovinskoj razmeni. Mislimo da su naše mogućnosti i potencijali saradnje još mnogo veći. Ausztria teljes mértékben támogatja Szerbiát az EU felé vezető útján, jelentette ki Alexander van der Bellen. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass az osztrák államfő hozzátette, Szerbiának több reformot is be kell vezetnie annak érdekében, hogy az EU tagja lehessen. Ez azonban teljesíthető az Unió által meghatározott határidőn belül, vagyis 2025-ig. Vučić kitüntetést is kapott Ausztriától, mivel a szerb államfő sokat tett saját országáért, a régióért, továbbá az Ausztriával és az Európával való partnerségért. A tiszteletbeli aranymedál az osztrák gazdaság egyik legmagasabb elismerését jelképezi. Vučić Sebastian Kurz osztrák kancellárral is tárgyalt Bécsben. Látogatása zárásaként pedig az osztrák képviselőház elnökével, Wolfgang Szobotkával találkozott.